Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Takács Jácint vagyok, mi vagyunk a PPH egyik 9-es szintű vezetőházas párja. Én is szeretettel köszöntöm Önöket, Takács Anasztázia vagyok. Tegeződbe szoktuk tartani a képzéseket, remélem, hogy ez nem bántó senki számára, sőt itt nálunk mindenki tegezi egymást, kortól, nemtől függetlenül. A PPH előtti foglalkozásom, kereskedelemben dolgoztam vállalkozóként, ma pedig a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységünk. Vas megyében, Kondorfán élünk, házasságban Anasztáziával, 6 gyermekünk van, és két kisebb gyermekünkkel élünk együtt. Nekem a PPH előtt saját vállalkozásomban könyvelőirodát működtettem, majd a lányunk születése után természetgyógyászattal foglalkoztam, viszont mára már én is a közös vállalkozásunkban a PPH tanulói csapatszervezéssel foglalkozom főtevékenységben. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Mesterünk 37 éve foglalkozik emberekkel, 33 éve van saját szervezésű csapata, és 31 éve hozta létre a PPH közösségét. Nagyon érdemes odafigyelni, főleg arra azokra a tanításaira, amit a jövővel kapcsolatban mond, mert azok úgy szoktak mindig bekövetkezni, ahogy ő azt mondja. Az előadónk egy olyan mester, akinek a tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációval léteznek, amely egyedülállóvá teszi őt a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben egyedülálló még a mi mesterünk, arra jutunk, hogy az egyetlen személy, akinek a vezetésével 4 különböző területen ért el egy szervezet piacvezető pozíciót úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Mesterünk az egyetlen tanító a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Élő emberként ő az, aki az élet és emberismeret, továbbá mindennapokban használható tudásterén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Egyedülállóan közvetlen égi forrásból tanítja az embereket. Neki van a legrészletesebb információja a bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes szeretett korszakról, az aranykorról. Mesterünk életküldetése az emberek lelki fejlődésnek olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek a szeretett korba, az aranykorba. Szeretném megkérni mesterünket, hogy jöjjön és tartsa meg a képzést. Hallgassátok nagy szeretettel Szedlacsik Miklóst! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? Szerinted milyen világunk lesz, hogyha így halad tovább? És nem kellene tenni valamit azért, hogy egy jobb világunk legyen? Egyébként mi baj van a jelenlegi világunkkal? Mi a baj? Korrupt. Aztán? Eltávolodtak az emberek egymástól, igen. Nagy az elnyomás. Fogytán a szeretet. Létbizonytalanság. Egyre nagyobb a létbizonytalanság, nem? Egyre nagyobb a tudatlanság. Nem látják át? Na, ha már nem látják át az emberek, akkor beszéljünk erről egy kicsit, jó? Tehát nagyon érdekes, mert 90-es évek óta csinálok olyat, hogy elmondom, hogy mi lesz a jövőben. És érdekes módon ez mindig úgy alakult, ahogy elmondtam. Tehát
Az emberek nem nagyon hitték, mert ugye viszonylagos stabilitás volt az emberek életében, viszonylagos jó mód, tehát viszonylagos jó mód, és nem hitték azt, hogy lesz egy nehezebb világ. Tehát, hogy megértsük, hogy miért elkerülhetetlen az egyre nehezebb világ. Jó? Hát erről fogok egy kicsit most beszélni. Erről már beszéltem, csak megint itt az ideje, hogy beszéljek róla. Szóval a lényeg az, hogy ugye én pénzügyi területtel is foglalkoztam, sőt, piacvezető, pénzintézet vezetője voltam, sőt, azelőtt alapítója voltam. És annak ellenére voltam ilyen, hogy nem vettem részt a privatizációban, szüleim se vettek részt, nem voltunk előtte pártagok, én még KISZ-tag se voltam, még a KISZ-be se voltam jó. Nem vettek föl. Tényleg, elintéztem, hogy ne vegyenek föl. Nem akartam, hogy fölvegyenek. Fene akart KISZ-gyűlésekre járni. Mondom, még oda se vettek föl. És tehát semmi olyan előzményünk nem volt, ami a legtöbb olyan embernek van, aki most eredményes, sikeres. Ha nem neki volt, akkor a szüleinek. Nekem sem volt. Tehát a szüleimnek sem volt. Annyi volt, hogy a szüleim alkalmazottként élték az életüket, és utána vállalkozók lettek. És egy ilyen 30-valahány fős vállalkozást létrehoztak, még a szocializmusban. De úgy, hogy nem voltak pártagok, semmi, tehát semmilyen dolog nem volt. És akkor én már elhatároztam, hogy én nem akarok alkalmazott lenni, ezért választottam egy olyan szakmát, amiből letettem a mestervizsgát is, és hogy majd én vállalkozó leszek. Aztán kiderült, hogy már akkor milliókba került volna egy vállalkozás beindítása azon a területen, aztán letettem erről a dologról, és hát megtalált 91-ben a pénzügyi terület, majd ugye pénzügyi broker lettem, majd, tehát cég, broker céget alapítottam, majd létrehoztam ugye egy pénzintézetet, tehát ami azt jelenti, hogy nem feltétlenül sikertelenül tevékenykedtem ebben a tevékenységben, hogy akár még egy pénzintézetet is létre tudtam hozni. Sőt, nem is egy pénzintézetet hoztam létre, de abból csak egy volt, piacvezető. Szóval a lényeg az, hogy egyébként 17 cég alapításban vettem részt életem során, de ez mind annak köszönhető volt, hogy én nem akartam alkalmazott lenni. Oké, és nekem ez a vállalkozói lét, ez azt mondja, hogy onnan, hogy bevonultam a munka világába, onnantól 7 év kellett, hogy a vállalkozói világba is elkezdjem magam kipróbálni. És az első cégemet az 93-ban alapítottam, és 94-ben már létrehoztam egy pénzintézetet. Na és mivel ugye én voltam a vezetője, alapítója, vezetője, hát ezért hát nekem foglalkoznom kellett avval, hogy demográfia. Oké? Okay. És a demográfiából egyértelműen kiderült, hogy 90-es évek első felében már kiderült, hogy óriási gondok lesznek a jövőben a demográfia miatt. És ezzel az emberek abszolút nincsenek tisztában, pedig ebben már lehetett volna tisztában lenni a 90-es években. Tehát ugye mit jelent a demográfia? Az azt jelenti, hogy hogyan alakul a népesség aránya. Tehát a különböző korosztályok tekintetében. És ebből már lehetett látni, hogy volt egy népesség robbanás nemzedéke, ez a háború utántól volt egészen 59-ig, az a népesség robbanás nemzedéke, utána pedig hát nagy mértékben csökkent a születések száma.
Tehát például még az előttem lévő általános iskolás osztályok, 2-3 osztály volt, amiben én jártam, már csak egy. Egy. Oké? Tehát onnantól kezdve nagy mértékben lecsökkent a születések száma. És ugye mivel a pénzintézetnél ugye pénzintézet vezetőként foglalkozni kellett a demográfiával, kötelező jelleggel, ezért ugye foglalkoztam azzal, hogy mi lesz a jövőben. És hát ugye sok ilyen anyagot is olvastam, tanulmányoztam, tanultam. És hát ugye pont olyan pénzintézettel foglalkoztam, ami ugye avval foglalkozott, hogy az embereknek segítségükre legyen nyugdíjas korukban, előtakarékosság, önkéntes nyugdíjpénztár, tehát nem magánnyugdíjpénztár, önkéntes. Bár magánnyugdíjpénztárt is alapítottam, de hát az egy dolog, az nem lett piacvezető, az már nem tetszett a világnak, az államnak, hogy én magánnyugdíjpénztárt is alapítok, és, de tényleg nem. Na szóval, lényeg az, hogy nagyon nem, így van. Tehát lényeg az, hogy ugye mit mond a mit mutat a demográfia? Azt, hogy mikor mennek el nyugdíjba a népesség robbanás nemzedéke. A népesség robbanás nemzedékének a vége az lassacskán nyugdíjba vonul. Oké, ami azt jelenti, hogy mit jelent a lassacskán? Hát ilyen 1-2 éven belül. Oké? Tehát így van, ha kiszámolod az 59-eseket, azok az idén mennek nyugdíjba. Ez a vége. A népesség robbanás nemzedéke, ha visszaszámolsz, akkor szépen olyan 14 éve elkezdett nyugdíjba vonulni. És miért jelent ez problémát? Hát azért jelent problémát, nem is Magyarországon jelent ez problémát, de hát mivel mi a világ része vagyunk, ezért nálunk is problémát jelent. Tehát ugye az a fő probléma, mivel nyugdíjpénztárral foglalkoztam, ezért tanulmányozni kellett a nyugati nyugdíjalapokat is. Ugye a nyugdíjpénztár az Magyarországon nyugdíjpénztár, nyugaton úgy hívják, hogy nyugdíjalap. Oké? Na most. Ugye azt is tanultuk akkor, hogy a nyugdíjalapok, van a világon a legtöbb pénz. A biztosítókban és a bankokban együtt sincs annyi pénz, mint annyi vagyon, mint a nyugdíjalapokban. Hiszen a II. Világháborút követően, sőt, ugye akik nem vettek részt a II. Világháborúban már előtte is, például Amerikában már előtte is, az emberek a nyugdíjukról nyugdíjalapokban gondoskodtak. Tehát ami azt jelenti, hogy a nyugaton háromlábú nyugdíjrendszer van. Nálunk alapvetően egylábú ez a nyugdíjrendszer. Egy. Tehát háromlábú nyugdíjrendszer azt jelenti, hogy az emberek dolgoznak, és a bevételből, tehát a fizetésükből háromféle nyugdíj takarékosságban megy a pénz. Az egyik az állami nyugdíj, a másik a magánnyugdíj, tehát azt nálunk így hívták, tehát a munkáltatók kötelező jelleggel fizetnek oda be, nyugaton ez így van. Ezt gyakorlatilag nem választhatják ott a dolgozók, hanem ez kötelező jelleggel így működik. Jó? Az államit sem választhatják, ez kötelező jelleggel így működik. És van egy harmadik, az önkéntes alapon működő nyugdíjalap, ami nálunk az önkéntes nyugdíjpénztár volt. És ebbe a három alapba belement a nyugati állampolgároknak a jövedelmének legalább a 10%-a. És ezt számoljátok ki, hogy 35-40 éven keresztül, mire elmennek dolgozni, vagy a nyugdíjba, micsoda brutális pénz.
és az összes nyugati államban ez így működött, beleértve pluszban még Japánt is, ott is így működött. Tehát gyakorlatilag több száz millió ember fizetett 40 éven keresztül a nyugdíjalapokba. Abból ugye a népesség robbanás nemzedéke is, hát pár száz millió. Pár száz millió. Na most, miben fektetnek a nyugdíjalapok? Ugye fektethetnek tőzsdére, fektethetnek ingatlanba, oké? Állampapírba fektethetnek. Tehát úgy meg van határozva általában törvényileg, hogy miben mennyit. És hát nem tudom, hogy észleltétek-e, hogy amikor volt az a 2008-as válság, kiszámoljátok, 16 évvel ezelőtt, akkor kezdett nyugdíjba vonulni a népesség robbanás eleje. Miért lett az ingatlan válság? Mert hirtelen egy csomóan ki akarták venni az önkéntesből a pénzüket. És ez meg, tehát a világgazdaságot hirtelen padlóra küldte. Oké? Na most, sőt akkor még lehetőség volt arra is, hogy például mondjuk egy magán, tehát amit a munkáltatók fizetnek, abba azt is kivegyék. Na most az emberek úgy működnek, ha vannak megtakarításaik, amikor, tehát nyugdíj megtakarítás, nyugdíjra megtakarítás, amikor hozzáférnek, a legtöbb ember kiveszi a pénzt. Tehát nem azt mondja a nyugdíjalapnak, hogy járadék formájában kérem, hanem kiveszem, és gyakorlatilag 3-5 év alatt fölélik. Oké? 3-5 év alatt fölélik. Tehát elmenek nyugdíjba, és azt a brutál összeget 3-5 év alatt fölélik. Na most gondold végig, akkor mekkora összeget vettek ki? Erre csináltak olyan szabályozásokat, hogy ne vehessék ki egyszerre, hanem csak járadék formájában. Hogy ne küldje padlóra a gazdaságot. Oké? De az önkéntesből akkor is ki lehet venni, mert mivel az önkéntes alapon gyűjtött, ezért nyilván teljes egészében saját maga rendelkezik ezzel kapcsolatban az illető, hogy fölveszi vagy nem veszi. Tehát lényeg az, hogy hogyan működnek ezek a megtakarításos szervezetek. Befektetik az emberek pénzét, és ha hirtelen nagy összegeket kell kifizetniük, akkor veszteséggel eladják azt, amiben be van fektetve a pénz. Veszteséggel. Na most, viszont ugye soknak volt vállalása, hogy mennyit fizet majd ki, és a befizetésekből finanszírozzák ezeket a veszteségeket. Oké? Igen ám, de hogyha a befizetések jóval alacsonyabbak, mint a kifizetések, hiszen népességrobbanás nemzedékéről van szó, ami azt jelenti, hogy soha nem lesz ennyi nyugdíjra fizető ember, mint ami volt ebben a 40 évben. Mondom, soha többet nem lesz annyi. Ez azt jelenti, hogy jóval kevesebb az, aki bekerül a rendszerbe. Oké? Hát jóval kevesebb. Hát most gondoljátok végig, mondok egy példát, anyuék 80 voltak testvérek, én voltam az ötödik, vagyis már mint a anyu volt az ötödik, utána még született 3, előtte olyan arányok voltak a nálamnál idősebb unokatestvérek, hogy 5 gyerek, 4 gyerek, 3 gyerek. Anyutól én egyke lettem, és utána még lett ugye 3 testvére,
mindenkinek csak kettő. De fölöttem a legkevesebb is három volt. Egyel fölöttem három, kettővel fölöttem már négy. Oké? Tehát hogy sorba 4-5 gyerek volt, és már tőlem 1-2. Érted? Tehát 61-től, 60-tól 1-2 gyerek, inkább 61-től. Szóval a lényeg az, hogy sokkal kevesebb a befizető, és sok a kifizetés. Jó? Tehát azért csinálják azt, hogy volt egy másik húzás, hogy minden állam elkezdte megemelni a nyugdíjkorhatárt. Magyarországon is megnőtt a nyugdíjkorhatár. Amerikában már régóta 70 év a nyugdíjkorhatár egyébként. Lényeg az, hogy miért emelték meg, hogy ne kelljen kifizetni a nyugdíjat. Ne kelljen felszabadítani a befektetéseket. De attól, hát előbb-utóbb ki kell fizetni. Hát nem lehet azt mondani, jó, akkor megemeltük 60-ról 65-re, akkor megemeljük 65-ről 70-re, majd 70-ről 75-re, hogy ne kelljen kifizetni a nyugdíjakat, érted? Mert az még rosszabb, mert ha meghal az illető, akkor már nincs járadék kifizetés, akkor az örökösnek egy összegbe ki kell kifizetni. Tehát az se jó, ha túlságosan felemelik a nyugdíjkorhatárt, mert meghal az illető, és akkor egy összegben a hozzátartozóknak bizony ki kell fizetni az összeget. Az állami nyugdíjat nem, de a magánnyugdíjt igen, az önkéntes nyugdíjt igen. Világos ez? Tehát ami azt jelenti, hogy csöbörből vödörbe esnének, hogyha túlságosan emelgetnék a nyugdíjkorhatárt. Jó, tehát az se jó megoldás. Gyakorlatilag a közgazdászok világviszonylatban ezzel a kérdéssel és ezáltal az államok nem tudnak mit kezdeni. Tehát ott, hogy elkezdték a háború előtt a felosztó kirovó rendszert, a felosztó kirovó rendszer az, hogy amit az bevételekből bejön az államnak, azt kifizeti. Na onnantól kezdve számítható volt, hogyha népesség robbanás nemzedéke van, és utána megszűnik a népesség robbanás nemzedéke, akkor komoly problémával fognak küzdeni az államok. Tehát ami azt jelenti, hogy az államok ma, mivel már nem szocialista gazdálkodás van, hanem kapitalista gazdálkodás, ezért rákényszerítették a szocialista államokat is, hogy eladják az állami cégeket. Magánkézbe kerültek az állami cégek, ezáltal az államnak hát cégekből alig van bevétele. Van áfából, meg jövedéki adóból, meg úgy, amit a dolgozóktól beszed a különböző adókból, van bevétel, de ezeket a bevételeket kiszámolod, tehát gyakorlatilag amit a dolgozóktól levonnak adókat, az nem fedezi a nyugdíjt, a mai nyugdíjt. Nem fedezi. Jó, az államnak vannak egyéb bevételei, de egyéb kiadása is, hiszen ott van az egészségügy is. Ott vannak az utak, egyéb dolgok, érted? Hát egy csomó egyéb állami, ott van a bürokrácia, hát van 700 vagy 600 vagy 700 ezer ember, aki állami alkalmazott, akinek a nagy része nem termel semmit, csak ki van fizetve. Tehát gyakorlatilag, amióta a népesség robbanás nemzedékének a kifizetései elindultak, az gyakorlatilag 2008, illetve 7, onnantól az államok elkezdtek eladósodni. De piszok módon. Hát ezért kellett az, hogy az állam például megszüntette a magánnyugdíjpénztárakat, a kötelező alapon működő magánnyugdíjpénztárakat, és elvette a pénzét. Oké? Mert ezzel betömt egy lukat, egy hiánylukat, egy pénzhiánylukat. Szóval a lényeg, hogy gondoljátok végig, hogy
ebből a dologból nincs kiút. Nincs kiút. Tudod, mi a kiút? Egy kiút van, az, hogy tovább kell növelni az elvonásokat, az állami elvonásokat. Tehát növelni kell az elvonásokat, ez viszont elszegényíti a lakosságot. Oké? Mert ugye mit csinálnak az államok? Felvesznek hitelt, de a hitelt vissza kell fizetni. Honnan veszik fel a hitelt? Magánbankokból. Tehát a világon még az ilyen olyan bankok, amelyik ilyen, mit tudom én, központi hitelbank, a világ központi hitelbankja is magánszemélyeknek a kezében van. Tehát nincs olyan bank, hogy mondjuk az államok összeálltak, például az EU összeállna, és létrehozott volna egy közös bankot, és abból finanszíroznak dolgokat. Nincs ilyen, ezt felejtsük el. Az Amerikai Nemzeti Bank magánkézben van. Oké? Okay? A Magyar Nemzeti Bank fölött nem vezető az állam. Tehát a miniszterelnök az nem főnöke a Magyar Nemzeti Bank vezetőjének. Oké? Okay? Külföldi főnöke van, mit tudom én, milyen banknak az egyik vezetője, a főnöke. Érted? Szóval lényeg az, hogy nagyon nagy a gond ezzel kapcsolatban, és ezt az emberek nem látják át. Tehát ez azt fogja jelenteni, hogy az alkalmazottaktól vontak le eddig is a legtöbb pénzt, az alkalmazottaktól még több pénzt fognak levonni. Nyilván a vállalkozásoktól is ugye több pénzt vonnak le, de a vállalkozások tudnak költségeket létrehozni. És ezáltal tudnak jobban, sokkal jobban gazdálkodni, mint egy alkalmazott. És ez azt jelenti, hogy aki a jövőben is alkalmazott lesz, az úgy megszívja anyagilag, mint a boci. Oké? Okay? Tehát ezt az elszegényedést, elszegényítést, ezt már észlelhetitek. Ez nem a Covid miatt van. Tehát a Covid az azért lett kitalálva, hogy ne lázadjanak föl az emberek a kormányok ellen. Oké? Okay? Hogy rá lehessen fogni a gazdasági visszaesést a Covidra. Oké? Okay? Azért ugye megszűnt nem lehetett végtelenségig csinálni a Covidot, ezért ugye mit csináltak? Hát most ráfogták a gazdasági visszaesést a háborúra, hogy ne a kormányok legyenek a felelősek. Oké? Okay? Mert egyébként pedig a kormányok lennének a felelősek. De hát ugye nem ez a kormány, tehát nem a jelenlegi kormányok lennének a felelősek, hanem még az előzők, meg az előttiek. Érted? Tehát az összes kormány felelős gyakorlatilag, ami volt, mondjuk a rendszerváltás óta. Az összes. Érted? Tehát mondhatni azt, hogy a 80-as évek végétől, a 90-es évek elejétől már látni kellett volna előre a bajt. Ugye ezt 90-es évek elején én már láttam is, első felében. Látni kellett volna a bajt, és átalakítani az egész nyugdíjrendszert úgy, ahogy van. Tehát a jelenlegi nyugdíjrendszerek, ami a világban, a nyugati szférán van, ez tönkre teszi a világot. Gazdaságilag, padlóra küldi. Oké? Okay? Ezt mondom, időbe át kellett volna alakítani, tehát pont egybevágott a mi rendszerváltásunk, és a világban, nagyon érdekes módon egybevágott, a világban ez a fordulat. Tehát ez a 80-es évek vége, 90-es évek eleje. Oké? Okay? És ez azt jelenti, hogy ott kellett volna gyorsan tenni, mert még lehetett volna, azért, hogy ez elkerülhető legyen. Most már nincs mit tenni. Tehát kész,
Ez azt jelenti, hogy itt, ha te arra vársz, hogy helyetted bárki, akár kormány megoldja a te anyagi helyzetedet, te akkora tévedésben élsz, hogy az életed bele fog ebbe bukni, ebbe a tévedésbe. Oké? Tehát itt mit tehet az ember? Azt teheti az ember, hogy csak saját magára, meg a párjára számíthat. Slussz! Mint elvágták volna. Senki másra. Oké? A gyerekeire sem, mert a gyerekei a felnőttek lesznek és pénzt keresnek, örülnek, ha megélnek. Oké? Tehát az azt jelenti, hogy mindenkinek kellene tenni azért, hogy előre lásson, hogy mi lesz, mi várható, és nem azt mondja, ó, hát milyen pessimista ez a Miklós, hogy ilyenekről beszél, hát itt minden rendben lesz. Csak az a baj, hogy ez nem pessimizmus, hanem ezt úgy hívják, hogy előrelátás. Érted? Tehát én soha nem voltam pessimista ember. Soha. Ha pessimista lettem volna, akkor nem hoztam volna létre 4 piacvezetői pozíciót. Keres még egy olyan embert a bolygón, aki 4 piacvezetői pozíciót létrehozott különböző területeken. Jó? Nem biztos, hogy fogsz találni. Szóval lényeg az, hogy egy pessimista ember az nem ér el piacvezetői pozíciókat. Amit most is csinálunk, ebbe is piacvezetők vagyunk. Úgyhogy erről ennyit a vezetésemmel. Szóval lényeg az, hogy, és ez nem nagy képűség, ezek tények. Gondoljátok végig, hogy nem várhatsz, még egyszer mondom, nem várhatsz senkire. Neked kell az életednek az irányítását a saját kezedbe venni, még akkor is, ha nem ezt tanultad az iskoláidban, vagy nem ezt a mintát láttad a szüleitől. Nekem volt egy szerencsés helyzetem, hogy a szüleimtől azt láttam, 12 éves koromtól, hogy vállalkoznak. Érted? Hogy elkezdtek vállalkozni. És egy nagyon szerencsés helyzet volt ez, hogy ők ezt csinálták. És onnantól kezdve, mondom, gondold végig. Tehát az ember, én úgy gondolom, hogy egy embernek terveznie kellene az életét. Jó, ez most egy kis tanítás lesz, és nem információ. Tehát az embernek terveznie kellene az életét. És ha az ember tervezi az életét, akkor a körülményeket figyelembe kell venni. És a körülményeket, a negatív körülményeket előre tervezni kell azt, hogy hogyan fogja az ember semlegesíteni. Világos ez? Ha az ember nem tervezi az életét, a jövőbeli életét, akkor nem fogja tudni semlegesíteni a negatív körülményeket. Tehát ehhez, hogy az ember képes legyen a negatív körülményeket semlegesíteni, elég széles látószöget fel kell venni. Tehát nem szűk látószöget. Érted? Tehát nem így tudod, ilyen szemellenzős lónak kell lenni, hanem minél szélesebbre kell nyitni az embernek a látószögét. És minél több olyan információra szüksége van az embernek, amivel ugye a jövőjét fogja tudni tervezni. Ez azt jelenti, hogy ha az embernek lehetősége nyílik arra, hogy a jövőjét jobbá tegye, akkor azt a lehetőséget meg kell ragadni. Oké? Ha az ember nem ragad meg lehetőségeket, akkor úgy jár, mint a statisztikában. Tehát csináltak egy ilyen felmérést a halál előtti emberek, tehát akik közel voltak már a halálhoz. Tehát de még tudtak kommunikálni természetesen. De már a kenyerük javát megették. Tehát megkérdezték, hogyha
újra élnék az életüket, akkor mit csinálnának másként? És akkor mindent mondtak az emberek. Utána, amikor ez a felmérés megtörtént, akkor összegezték a válaszokat. És megnézték, hogy melyik választ adtak legtöbben. És azt mondták, hogyha újra élném az életemet, akkor jobban kihasználnám a lehetőségeimet. Tehát amik elém jöttek. Oké, erre adtak a legtöbb választ. Vagy ezt a választ adták a legtöbben. Érted? Na most ezért mondom, hogy ne akard azt, hogy te is úgy járj, hogy mikor majd oda kerülsz, és végig gondolod majd az életedet, és azt mondod, hogy ó, bárcsak ezt is csináltam volna, bárcsak ebbe is belefogtam volna, bárcsak így csináltam volna a dolgokat. Mint például, ugye vannak nálunk tanulók, és hát annak idején én is így voltam, én a saját magam fejlesztését 91-ben kezdtem el. Annak ellenére, hogy én előtte 11 évvel azt mondtam, hogy én soha többet nem fogok iskolába járni. Oké? Okay? És mégis 91-ben elkezdtem a saját fejlesztésemet. És azóta én fejlesztem a tudásomat. Hát akkor ki lehet számolni, hogy hány éve. Tehát azóta gyakorlatilag végig, jó? De úgy, hogy nekem nincs nyári szünet azóta, hogy fejlesszem magamat, a tudásomat. Jó? Se téli szünet. Szóval lényeg az, hogy ugye elhatároztam, hogy fejlesztem a tudásomat, és ennek a fejlesztésnek, a tudásfejlesztésnek a következménye gyakorlatilag az, hogy én mindig alkalmazkodni tudtam az adott helyzethez. Tehát bármi volt, sikerült alkalmazkodni. Pedig voltak nehézségeim, többször is, ugye a feleségemmel. Minden téren, tehát akár párkapcsolati téren is voltak nehézségeim. De mindig sikerült avval megoldani a dolgunkat, hogy fejlesztettük magunkat azon a területen, ahol a gond jelentkezett. Tehát például, amikor én elkezdtem dolgokat, vállalkozást, én nem elégedtem meg azzal, hogy én hát létrehozzak eredményeket. Nem. Én a legjobbak közé akartam mindig kerülni. Oké? Okay? Tehát mindig a legjobbak közé. Tehát akkor is, amikor a legelső vállalkozásomat kezdtem, ugye az még a biztosítási terület volt, abban is azt mondtam, hogy én az egyik legjobb akarok lenni Magyarországon. Sikerült elérni. Oké? Okay? De ez a legjobb, az is tartozik hozzá, hogy a legtöbb tudással, az egyik legtöbb tudással rendelkező. Utána itt volt a pénzügyi területnél, ugye a nyugdíjpénztár, hát jobban tudtam a jogszabályokat, mint a felügyeleti szervünkben dolgozók. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy én azokon a területeken, amiben működtem, én az mindig az egyik legjobb akartam lenni. Most, amiben területben működünk, világviszonylatban az egyik legjobb vagyok. Oké? Okay? Tehát nem magyarországi viszonylatban, világviszonylatban, bolygószinten. Jó, ha ez kellett, mennyi? 33 év kellett hozzá. Tehát lényeg az, hogy ha az ember boldogulni akar, akkor ugye én mit csináltam? Fejlesztettem magam, akkor szélesre nyitottam a látószögemet, oké? Okay? És tettem a dolgomat. Tehát tettem a dolgomat. Tehát nem úgy csináltam, mint sokan csinálják, hogy fogjuk meg, és vigyétek. Jó? Nem. Én mindig ott voltam a munka dandárjában. Jó? Tehát mindig. Szóval a lényeg az, hogy gondold végig, hogyan fog alakulni a te életed. Nézzük. Nem tudom, gondoltál-e már arra, hogy
hogy a jó embereknek kellene valamit azért tenniük, hogy legyen egy jobb életünk. Tehát milyen a jobb élet? Ez egy szabad, boldog élet. Tehát szabad, boldog életet elérni. Ez nem utópia. Tehát el lehet érni a szabad, boldog életet. De azért tenni kell. Az magától nem fog létrejönni. Tehát ha azt akarnánk mondjuk, hogy a bolygón legyen szabad, boldog élet, akkor sok olyan emberre van szükség, nagyon-nagyon-nagyon sokra, akik szabad, boldog életet élnek. Világos ez? Mit jelent a szabad, boldog élet? Az, hogy nem mondják meg neked, hogy te mit csinálj, oké? Senki. És mégis jól élsz. Oké? Tehát azt csinálhatsz, amit szeretsz, és mégis jól élsz. Ez a szabad, boldog élet. Jó? És akkor van egy másik megfogalmazása is, hogy oda mész, ahova akarsz, akkor, amikor akarsz, azzal, akivel akarsz, és addig maradsz, ameddig akarsz. Oké? Szóval, ha az emberek nem így élnek, akkor ez nem lesz ilyen bolygó. Oké? Akkor ez marad egy ilyen szolgabolygó. Addig, ameddig a fentiekben nem sokalnak, ami tudjuk, hogy mikorra várható legkésőbb. Vagy mikor sokalnak be. Hát 2012-től már nem kéne ilyen emberiségnek lennie. Már egy szeretett korszaknak kéne lenni. 2013 évelejétől, inkább úgy mondom. Ehhez képest lemaradásban vagyunk. És ha te nem hiszed, hogy lemaradásban vagyunk, akkor te nem vagy eléggé tájékozott. Tehát emlékezz vissza. Azt mondták 2012-ben, hogy az év végével világ vége lesz. Emlékeztek rá? Erre mindenki emlékszik, aki akkor felnőtt volt, nem? Hogy világ vége lesz. Emlékeztek? Na most. Volt világvége. És akkor most hogy volt? Hát nagyon egyszerű. Tehát onnantól szeretett korszaknak kellene lenni. A világvége azt jelenti, hogy lezárul egy korszak, és egy új korszak létrejön. A korszakok az úgy van sorrendben, hogy vaskor, akkor van bronzkor, van ezüstkor, aranykor. De ez nem a fémektől függ, hanem ez a szellemi szinttől függ. Tehát a nép szellemi szintjétől függ. A legmagasabb szellemi szint az aranykor, a legalacsonyabb szellemi szint a vaskor. Most a vaskorban vagyunk, és be kellett volna kerülni 2023-tól a legmagasabb szellemi szintre, vagy 2013-tól, bocsánat, legmagasabb szellemi szintre az aranykorba. Tehát ez így jön, hogy aranykor után jön vissza az ezüstkor, az ezüstkor után a bronzkor, utána a bronzkor után a vaskor, és a vaskor után pedig jön az aranykor. De miért így működik? Nagyon egyszerű. Mert az emberek, tehát ez a hetedik emberiség, tehát kiderült, hogy az emberek úgy működnek, hogy itt a Földön, a hetedik emberiség, ez másfél millió év alatt egyébként, tehát úgy működnek az emberek, hogy a legtöbb ember akkor válik nyitotta a szellemiség felé, irányába, ha nagy gondjai vannak. Méghozzá nem kicsi, hanem annál nagyobb, mint ami most neked van. Jó? Csak hogy tiszta és világos legyen. Tehát a legtöbb ember. Tehát kevés az,
aki egy anyagi világból, már pedig ez a vaskor, egy teljes anyagi világ, hirtelen szellemiséggé válik. Tehát ahhoz valami nagy bajnak kell lenni, hogy szellemiséggé váljon. Tehát ez tudod milyen nagy baj? Ez olyan nagy baj szó szerint, hogy vagy belehalok, tehát meghalok, vagy elkezdek fejlődni. Érted? Ilyen szinten. És az emberek nagy része az bizony így változik meg. És ezért lesz az ugrás. Tehát ezért van az ugrás, az anyagi világból, a vaskorból átugrik gyakorlatilag az emberiség az aranykorba, de ehhez kell némi átmenet, ez az ugrás, ez nem úgy történik meg, hogy nincs átmenet. És gyakorlatilag most vagyunk ebbe az átmeneti korba, és itt válik el, hogy vagy elpusztulunk, mint emberiség, mint az előző hat, vagy bekerülünk a szeretet korba, az aranykorba. Oké? Tehát az a szeretet kor. Mit jelent az aranykor, tehát szeretet kor? Azt jelenti, hogy az emberek, mutatom, jó? Az ugye egyszerűbb talán. Itt van. Képesek arra, hogy teremtsenek, feltétel nélküli szeretetre képesek, békében képesek, szeretetben, békében képesek együttműködni. Jó? Ezt jelenti. Ezt jelenti az aranykor. Oké? Na most ahhoz viszont fel kellene jutni a hetedik lelki szintre. És az a baj, hogy az emberiség nagy része az egyes, kettes lelki szinten van. Mert itt van a hét lelki szint. Tehát nem lehet átugrani lelki szinteket, hanem meg kell élni a következő lelki szintet. Utána megvan, tehát már azt éli a következő lelki szintet az ember, akkor lehet egy olyan célja, hogy a következő lelki szint az ő célja. Na most ez úgy működik, hogyha az ember ezeken a lelki szinteken fejlődik, akkor nem lesz anyagi problémája. Mert miért? Mindjárt látjátok. Mert a harmadik valahova tartozás lelki szintje, az már azt jelenti, hogy benne van egy közösségben, ahol ő segítőkezeket kap. Majd a negyedik lelki szintre jutva képes már arra, hogy teremtsen és rendszeresen elismerést adjon, illetve kapjon. És tanulja, a gyakorolja az együttműködést az emberekkel. És akkor nézzük tovább, ha még följebb jut az ötödik lelki szintre, akkor képes teremteni, az embereknek át tudja adni a tudását, tapasztalatát, magasabb szinten tanulja és gyakorolja az együttműködést az emberekkel. Megnézzük a hatodik lelki szintet. Képes teremteni és az emberekkel szeretetben, békében együttműködni. Tehát már képes a szeretetben való együttműködésre. És a hetesre visszatérve, feltétel nélküli szeretetben, békében képes együttműködni. Oké? És ezeken végig kell menni. Ami azt jelenti, hogy a negyedik lelki szinttől, hát ez gyakorlatilag nem megy úgy, hogy nem egy közösségben vagy, és a közösség egy részét te hoztad létre. Enélkül nem megy. Oké? Tehát anélkül, hogy ne hoztad volna te létre a közösségnek egy részét, anélkül ez nem fog működni. Oké? Na most, tehát ez annyit is jelent, hogy azok az emberek, akik nem indulnak el a lelki fejlődésen, olyan szintre viszi le a társadalom,
Oké? Hogy vagy meghal, vagy elkezd fejlődni. És azért erre én figyelmeztetlek benneteket, hogy egy értelmes ember nem akkor kezd kutatásni, amikor már nagyon megszomjazott. Oké? Hanem egy értelmes ember az mielőtt megszomjazna, elkezdi a kutat kiásni. Világos? Addig, míg van vize. Tehát ez azt jelenti, hogy nem akkor kell elkezdeni a szellemi fejlődést, amikor már azon gondolkodsz, hogy milyennek az életnek az értelme. Érted? És lehet, hogy az lenne a legjobb, ha nem is élnél. Mert ide fognak süllyedni az emberek, hogy tiszta és világos legyen. Oké? Tehát gondold végig, a mai világban mondjuk vannak az árak és van a jövedelmed. Mit szólnál hozzá, ha mondjuk az árak, most ne a jövedelmed nézd, hanem a jövedelmed és árak viszonyát nézd. Jó? Tehát mondjuk fele lenne a jövedelmed értéke. Mondom, fele. Mit szólnál hozzá? Hogy esne? Milyen örömteli lenne vajon számodra? Vagy esetleg mondjuk egy harmada lenne az árakhoz képest a jövedelmed. Vagy egy negyede, mint most. Mert ez várható, csak úgy mondom. Jó? És ez nem a vállalkozásokra, meg a cégekre vonatkozik majd, hanem ez az alkalmazottakra. Tehát most gondold végig, a vállalkozói szférában, akik alkalmazottakat alkalmaznak, azoknak hosszú távon jóval olcsóbb a gépesítés, mint egy alkalmazott. Oké? Ami azt jelenti, hogy az alkalmazottakat akkor fogja megtartani, hogyha az neki megéri. Ha neki a gépesítés fogja megérni, akkor nem tartja meg az alkalmazottat. Oké? Milyen egyszerű. Tehát amikor én a nyugdíjpénztárnak voltam az elnöke, akkor a legnagyobb egyműszakos létszámunk az olyan 40-valány fő volt. Három műszakom is volt. Amikor három műszakban dolgoztak az emberek, azt a munkát most körülbelül, amit akkor 130 akárhány ember végzett, azt most olyan 6 ember meg tudná csinálni. Oké? A technikai fejlődésnek köszönhetően természetesen. Jó? Csak hogy tiszta és világos legyen. Szóval, el kellene gondolkodni azon, hogy ugye akkor, amikor én elkezdtem a vállalkozói létet, az 87 volt, 1987, akkor egyéni vállalkozóként működtem. És már akkor ilyeneket tanítottak nekünk, illetve később már a 90-es években olyanokat tanítottam, hogy egy embernek fontos, hogy ha van egy lába, mi az a láb? Az, ami a jövedelmet biztosítja. Tehát, hogy legyen egy stabilitása, kell egy másik láb. Tehát, hogyha esetleg kirúgják azt az első lábát, akkor legyen min állni. Oké? Ez régen működött is, egy 80-as években nekem is volt több foglalkozásom egyszerre, tehát több lábam. De szépen elérték az embereknél, hogy ne legyen, egy legyen. És a második láb helyett inkább menjenek, költsék a pénzt. Tehát az embereknek ma az a szórakozásuk, hogy költik a pénzt. Érted? Most, hogy az nyaralásra költi, vagy elmegy plázázni, vagy mit tudom én, csak elmegy, mit tudom én,
50 kilométerre autóval kirándulni, érted? És akkor ott kirándul, de hát oda is el kell jutni, az 50 kilométer is, oda-vissza 100 kilométer, az is pénzbe kerül. Tehát lényeg az, hogy az emberek most a szabad idejükben költik a pénzt. Az a legfontosabb tevékenységük, költik a pénzt. Ha nem hiszed, akkor például látsz olyan embereket, akik folyamatosan a telefonjukat nyomkodják. És ha megkérdeznéd, hogy mennyibe került a telefonja, akkor kiderülne, hogy több százezer forint. Érted? Akkor az azt jelenti, hogy ugyanúgy lehetne nyomkodni a telefont mondjuk ötöde árban lévő telefonnal, de ő neki a több százezres kell, tehát költötte a pénzt. Ő nem megy sehova, csak a telefonját nyomkodja, de több százezres telefont nyomkod, és lecseréli mondjuk évente, két évente egy másik több százezres telefonra. Érted? Tehát nem költi akkor a pénzt. Oké? Tehát ma a családok 90%-a nem egy második lába van, hanem második láb helyett egy pénzköltése van. És akkor csodálkoznak az emberek, hogy nem úgy jön neki anyagilag, ahogy kellene. És akkor itt van az ember, hogy hát de milyen második láb? Na most, ezzel kapcsolatban hogy mondjak egy dolgot. Én üzletkötéssel kezdtem el foglalkozni 87-ben. 91-ben megismerkedtem a hálózatépítéssel. És 91 óta én nem találtam más lehetőséget egy átlagember számára, csak vagy az üzletkötést, vagy a hálózatépítést. Nincs más lehetőség. A második lábra. És azt a második lábat létre lehet hozni főlábnak, elsődleges lábnak. Oké? Na most, az üzletkötéssel az a baj, hogy ott nem tudsz részesedni csak a saját teljesítményedből. Az hálózatépítés az nagyon hasonlít az üzletkötésre, azzal a különbséggel, hiszen ugyanúgy üzletet kell kötnöd, azzal a különbséggel, hogy tudsz részesedni mások teljesítményéből. Tehát létre tudsz hozni egy üzletkötői csoportot, idézőjelbe az üzletkötői szót. Ami azt jelenti, hogy azoknak a teljesítményéből is tudsz részesedni. De nem csak azoknak az embereknek a teljesítményéből, akit te hoztál, hanem bárki, aki tőled kiindulva ott a csoportodban, mint üzletkötő szervezi a dolgokat, azután tudsz részesedni. Rengeteg hálózatépítő szervezet van a világon, és lehet, hogy ebben csalódtál is, de gondold végig, 91-től hálózatépítési módszerrel tudtuk elérni azt, hogy 4 piacvezetői pozíciót értünk el, mindet hálózatépítői módszerrel értük el, mindet a vezetésemmel értük el. Érted? És az azt jelenti, hogy lepipáltuk simán a bármilyen más módszerrel dolgozókat. Akkor biztos rossz dolog a hálózatépítés. Oké? Gondold végig. Jó, és akkor mutatnám, hogy vannak ezzel kapcsolatban feltételek. Gyorsan megkeresem. Milyen egy jó tevékenység? Tehát mondom még egyszer, egy átlagembernek két dolog van, két lehetősége van arra, hogy létrehozzon egy második jövedelemforrást. Vagy üzletkötő lesz, vagy hálózatépítő. Én voltam üzletkötő is 7 évig, utána hálózatépítő. Nem csak utána, hanem párhuzamosan is voltam. Jó? Szóval, én nem az üzletkötésre teszem a voksot, hanem a hálózatépítésre. Jó? És milyen legyen egy jó pénzteremtő tevékenység? Minél alacsonyabbak legyenek az indulási és működési költségek. Gyakorlatilag nálunk nincsenek, jó? Annál alacsonyabb nincs. A nullánál nincs alacsonyabb, jó? Kezdésnél még ne kelljen rá vállalkozást nyitni. Nálunk ez így működik. Nézzük tovább. A jövedelemnek ne legyen felső korlátja, ez nálunk így van.
legyen passzív jövedelem, tehát amiért az ember egyszer megdolgozott, rendszeres jövedelem legyen azt követően is. Nálunk ez így van. Szabad élet, én van, akinek a tanulásából részesedek, tandíjából részesedek, azt mondja, hogy 24 éve. 29, bocsánat, 29 éve. Jó? Azt mondja, hogy elég sok vevő legyen, aki megveszi a terméket vagy a szolgáltatást. Csak úgy mondanám. Aki nem fog fejlődni, az megy a levesbe. Ez van. Tehát az emberek választhatnak, hogy meghalnak, vagy fejlődnek. Nem vicc, komolyan mondom. Ezt vedd komolyan. Jó? Akkor vajon arra, hogy az embereknek tudást adjunk, van-e nyitottság? Nézzük tovább. Tisztességes vállalkozás legyen, amely nem az emberek kizsákmányolásán vagy átverésén alapul. A képzéseink, el fogják mondani házigazdák, mennyibe kerülnek. Meg azt is el fogják mondani, hogy milyen rendszeressége vannak képzéseink, jó? Azt is el fogják mondani, hogy milyen képzéseink vannak, jó? Azt hadd ne én mondjam el. Oké? Jó? Tehát tisztességes vállalkozás, tehát ennyiért képzést bolygósz, felnőtt képzést, sőt gyerekképzésre kapsz. Oké? Amennyiért nálunk. Nézzük tovább. Amennyiben a vállalkozás fejlődése elakad, akkor a tulajdonos kaphasson segítséget a tovább lendítéshez. Tehát az azt jelenti, hogy ha itt valaki elkezd vállalkozásban működni, mármint elkezd dolgozni nálunk, akkor te tulajdonosa leszel annak a vállalkozásnak. Érted? Tehát annak az üzletnek, úgy is lehetne mondani, tulajdonosa leszel. És tulajdonosként, mivel egy tulajdonosi közösség van, segítünk egymásnak. Világos ez? Főleg a te vezetőt segít neked. Nézzük tovább. Tevékenység kidolgozott, másolható, rendszerű, és ezáltal azonnal elkezdhető legyen. Tehát ne neked kell kitalálni, hogy mit, hogyan kell csinálni. Közvetlen munkával bárhonnan végezhető legyen, vagy kötetlen munkával bárhonnan végezhető legyen. Tehát ne kelljen mondjuk hozzá iroda, vagy egyéb dolog. Kockázatmentes tevékenység. Hát ha nincs befektetés, akkor nincs kockázat. Konkurenciamentes tevékenység. Amivel mi foglalkozunk, bolygószinten totál egyedülállók vagyunk. Gazdasági helyzet negatívan ne hasson rá. A gazdasági helyzet eddig, a romló gazdasági helyzet mindig pozitívan hatott ránk. Érdekes mód. Oké? Lásd Covid, így van. Több lábon állás segítő tevékenység legyen. Erről beszéltem. Munkavégzést, ez mind érvényes ránk. A munkavégzés gyorsan követő legyen a havi jövedelem. Tehát elkezdesz dolgozni, minél hamarabb legyen belőle jövedelmed. A vevőkör épülhet idegenekre és ismeretségi körre is. Otthonról is végezhető legyen. Ne kelljen hozzá iroda, üzlethelyiség, műhely vagy raktár. Hát ezért ugye alacsonyak a, tehát gyakorlatilag a működési költségek nullán vannak szinte. Legyen egy közös cél, amivel az emberek egyet tudnak érteni. Oké? Tehát egy közösségnél nagyon fontos, hogy legyen egy közös cél. A dolgozók ne alkalmazottak és ne konkurenciák legyenek egymásnak, hanem társak. Ez mind meg, ennek mind megfelelünk. Pénzt és szabadságot teremtő tevékenységben ne fáradjon bele az ember, illetve ne rokkanjon bele. A világon csak egyetlen egy ilyen szervezet felel meg ezeknek a feltételeknek, és az a milyen. Oké? Senki másé. Jó, és akkor ide visszamegyünk, azért gyorsan mutatom, valahol itt volt, már túlmentem rajta. Jó. Ah, itt volt, egyen kellett volna tovább lapoznom. Jó. Azt mondja, hogy... Jó, ezt én kint hagyom nektek. Jó, tehát köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!
Köszönjük szépen Szedlacsi Miklós mesterkócsnak ezt az előadást. Életem egyik legjobb döntése volt, hogy csatlakoztam a PPH-hoz. Szedlacsi Miklós tanításai által megértettem az ember és az élet működését, amiben korábban nagy hiányosságaim voltak, és nem láttam át a velem történt eseményeknél az ok-okozati összefüggéseket. Ennek a tudásnak köszönhetően rájöttem, hogy változást, a változtatást saját magamban kell megtenni, és nem másoktól várni. Ezáltal felismertem azokat a tulajdonságaimat, amelyek hátráltattak a fejlődésemben, így tudtam változtatni rajtuk a tudás által. Az emberi kapcsolataim így folyamatosan javulnak, nőtt az önbizalmam is, sokkal nyitottabb vagyok mindenre és mindenkivel szemben. Legnagyobb örömömre szolgál, hogy egyre szeretetteljesebb családi életünk és egyre boldogabbak vagyunk. Megfigyeltem, hogy hangulatváltozásaim mennyire befolyásolják az életemet, most ezt is egyre tudatosabban tudom irányítani. Az itt megszerzett tudás által egyre nagyobb hatással tudok lenni a környezetemre. Szeretnék mondani néhány példát, hogy mik voltak azok a dolgok, amik hátráltattak engem az életemben. Mielőtt ide jöttem tanulni, tehát én így az egónak a működéséről még egyáltalán nem hallottam, pedig ez a kis huncut annyi problémát tud okozni az ember életébe. És tehát hogyha ezeket már korábban értettem volna, akkor nem kerültem volna olyan helyzetekbe. És a hangulatváltozások, azok is rengeteg problémát okoznak, és mikor az embernek lemegy a hangulata, nem is érzi, hogy most teljesen másként dolgozik, és vagy teljesen másként működik, és mennyi rossz döntést hoz, és annak a rossz döntéseknek nagyon súlyos következményei vannak. Akkor hogyha lett volna tudásom, akkor ugye a párkapcsolatot is már az elejétől kezdve sokkal jobban tudtuk volna kezelni. A gyerekekkel való bánásmódban, tehát hogyha nem értékeltük volna le őket, vagy tehát hogy nem úgy viselkedtünk volna, ahogy a szüleink viselkedtek velünk, akkor mennyivel eredményesebbek lehettünk volna akár a gyereknevelés terén. A más embereknek a működését is, hogyha ezeknek a dolgoknak a birtokában lettem volna, sokkal könnyebb lett volna kezelni, mert akkor még nem értettem, hogy miért úgy működnek, közben nem vettem észre, hogy én is úgy működök. És tehát olyan dolgokat tanulunk itt, hogy tehát ezek nélkül, a tudás nélkül az ember hiába gondolja, hogy boldogul az életben, nem fog boldogulni, mert a helyzet egyre keményebb és nehezebb lesz. Hogyha nem csak a mostot nézzük, hanem visszanézzünk akár egy 10-20 vagy 30-50 évet, akkor mindenki láthatja, hogy mennyi nehézségen ment át mindenki, és ezt köszönhetjük a tudatlanságunknak, és hogyha eddig ilyen irányba ment a világ, tehát ezután sem fog jobb irányba menni, hogyha mi magunk nem teszünk érte, és nem tanulunk. Úgyhogy azt javaslom mindenkinek, hogy kezdje meg a tanulását minél hamarabb, szerezzen tapasztalatot az ember és az élet működése területén, hogy egyre több, egyre boldogabb ember és család legyen, és hogyha egyre boldogabbak a családok, akkor ugye egyre boldogabb a közösség, egyre szebb lesz a világ, egyre könnyebben élünk, egyre szabadabbak lehetünk. És Szedlacsi Miklós személyében egy olyan embert ismerhettem meg, aki, mint ahogy elmondta, tehát őnek is voltak problémái, és a megtapasztalásai által az állandó tudásvágya által olyan mennyiségű tudásanyagot gyűjtött össze, amit számunkra átad, és garantálható, hogyha valaki ezt így
ahogy ő tanítja, úgy éli az életét, akkor biztos, hogy meg tudja valósítani magának a szabad életet. És mi ide hívunk benneteket, aki felismeri azt, hogy szeretne tenni azért, hogy egy jobb élete legyen. És akkor szeretnék beszélni arról, hogy mibe kerülnek a képzéseink. Ja. Tehát az első, aki ide jön tanulni, az első havi tandíj, az 19.700 forint. Tehát szerintem ez nem megterhelő senki számára. Tehát ez körülbelül, és ezért kapunk 30 óra képzést, ez körülbelül 660 forint egy órára vetítve. A második hónaptól 12.500 forint a tandíj. Ez 30 órára vetítve 420 forint. Úgy gondolom, hogy ez még kevesebb, és hogyha valaki ennyi pénzt nem áldoz a saját tudása és a gyarapodása érdekében, őneki a következményeknek az elhárítása ennek sokszorosába fog kerülni. Tehát én megtapasztaltam, hogy mi a családi életünkben annyi problémát halmoztunk fel, ahol mondjuk milliókat költöttünk a rendbehozatalra, és mégsem értettük összefüggéseiben azokat a dolgokat, amiket elhibáztunk, és itt kaptam megértést, tudást ahhoz, hogy tudjuk ezt jól csinálni. És most már elmondhatom, hogy a tanultak által egyre jobban éljük az életünket, és egyre közelebb vagyunk a szabadság, tehát hogy a szabad életet élhessünk. És tehát a szabad embernél nincs boldogabb ember. És egy ilyen társadalmat szeretnénk létrehozni, és ide várunk benneteket. Köszönöm. Hát nekem is az életem legjobb döntése volt, egyik legjobb döntése volt, amikor csatlakoztunk a PPH-hoz. Jácint talált rá Szedlacsik Miklósra, mivel együtt szoktunk tanulni, együtt vettünk részt képzéseken, tanfolyamokon. Nem volt kérdés, hogy ide is együtt iratkozunk be, és együtt haladunk ezen az úton. Nagyon sok pozitív változás volt és van azóta az életünkbe, ahogy erről Jácint is már beszélt. Hiszen tényleg az életünk minden területén egyre több tudásunk van, egyre jobban tudjuk élni ezeket az életterületeket, és ez egy folyamat, tehát folyamatosan bővül a tudásunk. És hogy miért fontos, hogy mi magunk változzunk, azért, mert minták vagyunk. Minták vagyunk a gyerekeink számára, a környezetünk számára, nem csak a gyerekeink számára, hanem azt gondolom, hogy a családunk, a nagyobb családunk, tehát a rokonságunk számára is, a szomszédaink számára, tehát sok ember számára lehetünk minták, hogyha jól éljük az életünket, hogyha rendben vannak az életterületeink. És ugye itt nekünk már van egy szépen bővülő csapatunk itt a VPH-nál, ma volt is itt egy csoport találkozónk, és vezetőkként az ő számukra is minták vagyunk. És azt nem csak gondolom, hanem már meggyőződtünk erről, hogy nagyon fontos, hogy jó minták legyünk, hiszen ők is olyanok, a csoportunk tagjai, mint a gyermekeink, hogy olyan mintát kell mutatnunk nekik, ami által ők is egyre jobb emberekké válnak, tudnak követni minket, nem kell kitalálniuk, hogy csinálják, csak másolniuk kell minket, és ezáltal az ő életük is egyre jobb lesz, egyre jobbá válik, egyre jobb emberek lesznek, és ők ugyanezt a mintát tudják mutatni a saját családjuknak, a saját gyerekeiknek, a saját csapatuknak, és tulajdonképpen így válik majd a világ egy jobb világgá, hogy egyre jobb emberekké válunk mi magunk,
Tehát a változást azt magunkban kell létrehozni, magunkból indul ki a változás, és ez a rendszer ezért az önismereti útunk szerintem tehát hogy ez a legjobb módja az önismereti útunknak, hogy így működjünk, tegyük itt a dolgunkat, és ezen az úton haladjunk, ami útnak nyilván valahol ott majd a 7. lelki szinten lesz vége, vagy még azon is túl, de ezt vállaltuk mindannyian, amikor ide leszülettünk, ezért jöttünk, hogy fejlődjünk, és nem kell ez alól kitérnünk, mert az egy mulasztás tulajdonképpen, a mulasztásunkkal pedig, ugye aki mulaszt, az annak tudnia kell, hogy soha nem lesz olyan, hogy aki halogat, hogy alkalmas időpont, mert mindig fog kitalálni egy kifogást a maga számára, hogy miért nem, és miért talál kifogást, mert olyan jó dolog ott abba a komfortzónába ott benne ücsörögni, és nem akar onnan kiszállni. És ahogy ez pedig tulajdonképpen, ahogy Jácint mondta annak a Huncut Egónak a műve, hogy ott ücsörgök a komfortzónában, mert ott biztonságban érzem magam. Pedig, ha egy kis rugalmasságot gyakorolnánk, ugye itt ma erről is szó volt a csoporttalálkozón, hogy mire van szükség ahhoz, hogy jó kommunikációnk legyen az emberekkel, hogy tudjunk nekik segíteni. Nekünk magunknak kell rugalmasnak lenni, hogy mi kilépjünk ebből a komfortzónából. Hiszen ha nem lépünk ki, akkor hogyan tudnánk jó példát mutatni? Tehát az nem példa, hogy te csináld így, én meg itt ücsörgök, aztán majd megvárom, hogy neked majd sikeres leszel, és én tapsolok neked, persze, de én még itt várok egy kicsit. Tehát, hogy ilyet nem lehet csinálni. És ezért fejlődünk, ettől fejlődünk a legtöbbet, hogy mi magunk rákényszerülünk arra, hogy változtassunk. És ez nagyon-nagyon csodálatos dolog, hogy itt ezen az úton végig mehetünk tulajdonképpen. Úgyhogy én is azt javaslom neked, hogy ne halogass, aki most hallgatsz minket, vagy nézel minket, mert ha jössz tanulni, ha elkezdesz fejlődni, elindulsz ezen az úton, nem fogod megbánni, hiszen ezért születtél ide le. És ezért tették eléd most ezt a videót, ezt az előadást, mert itt van a helyed, mert neked is fejlődnöd kell. És kell, nem kerülheted ki. Hallottad az előadásba, hogyha ebben nem veszel részt, akkor nem túl jó és nem túl szép jövő vár rád. És sosem, ahogy mondtam, sosem lesz olyan idő, hogy ideálisan minden összeálljon ahhoz, hogy elkezd ezt a tanulást. Ezért mindig a most a legalkalmasabb időszak, hogy nekiállj tanulni, és fejlődni, jobb emberré válni, és mutatni az utat másoknak, és mutatni azt, hogy hogyan lehet jobb emberré válni, hogyan lesz jobb a világ abból, ami most van. Mert szerintem ez nem olyan szimpatikus senkinek sem. Jácint már elmondta a tandíjakat. Ezek valóban, azt gondolom, hogy ennyi pénz, sokan, és nem akarnék senkit megkövezni, cigarettára vagy bármi olyan dologra elköltenek, ami tulajdonképpen még az egészségüket sem szolgálja. Nagyon sok dologra költenek az emberek. Mi már leszoktunk róla. Tehát, és az önmaguk fejlődésükre, a lelkük táplálására nem költenek, pedig az sokkal fontosabb lenne, mint a testüknek a táplálására. Most nyilván ne éhezzen senki, ezt nem kívánom senkinek sem, de a lelkünk fejlődése az azért fontosabb, mert azért jöttünk, azért vagyunk itt. Amennyiben szimpatikusnak tűnik számodra az ajánlatunk, a személyes részvételed esetén most egyszer betekinthetsz a következő coachképzésbe, ami a szünet után lesz. Egészségteremtő coachképzésünk következik. Tehát várunk szeretettel. Hogyha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, akkor örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, és elköszönünk tőled.
Köszönjük szépen Szedlacsik Miklós vezetőnknek, hogy a mai nap házigazdái lehettünk. Köszönjük. Ennek a mai előadásnak, és most pedig 30 perc szünet következik. Igen. Egy pillanat, még egy gondolatot szeretnék megosztani veletek. Én 1990 óta vagyok vállalkozó, és tehát addig, vagy onnantól kezdve egyetlen egy olyan vállalkozási típus semmit nem láttam, ami ilyen lehetőséget biztosítana az emberek számára, és tehát ha megnézzünk akár milyen vállalkozást, rengeteg pénzt kell befektetni, óriási kockázatokkal jár, tehát úgy is, hogy nem rajtad múlik, hanem olyan jogszabályt hoznak, vagy olyan törvényeket hoznak, és akár egész ágazatok ellehetetlenülnek. Itt pedig egy olyan vállalkozási forma van, ami mondhatom azt, hogy vállalkozás a vállalkozásban, tehát Szedlacsik Miklós elindította ezt a vállalkozást, és aki csatlakozik hozzá, ő mindenki a saját maga vállalkozását is elindíthatja ezzel, és ez egy olyan rendszer, amiben mindenkinek az az érdeke, hogy a másik boldoguljon. És nincsen olyan vállalkozási forma, ahol mondjuk a konkurencia téged segítene, vagy tehát nincsen ilyen vállalkozás. Úgyhogy akik vállalkozásba gondolkodnak, őnekik is nagyon nagy szeretettel ajánlom ezt a lehetőséget. És elköszönünk tőletek. Szép napot. Nekem még egy gondolat eszembe jutott. Ez igazából Jácint gondolata, ő szokta mostanában emlegetni, visszanézve az életére, vagy az életünkre, én is elmondhatom ugyanezt, hogy mi 6,5 éve tanulunk itt a Nyílt Akadémián, de az előtte levő, elmondhatom, 50 évben nem fejlődtünk annyit, mint amennyit ebben a 6,5 évben. És azt hiszem ez magáért beszél mindenképpen. Köszönjük szépen!